A Mi Világunk előadás sorozat keretében a lelki egészségről tartott előadást a Pócsmegyeri Rendezvényközpontban dr. Szabó György házi orvos. A média káros hatásai mellett a résztvevők spirituális alapvetésekről és számos egyéb érdekességről is hallhattak. Az a célja az életünknek, hogy a személyiségünk és a lelkünk összefonódjon. És ha összefonódik és összekerül, akkor gyakorlatilag egy olyan energiasíkra kerül, akkor már nem lecsapott tetejű piramis lesz az energiatestünk, hanem egy rombusz. Kezdte előadását Szabó György, aki a lelki egészségről is beszélt. Ez elvileg egy ősi tudáson alapszik. Ezt valamikor tudták, valamikor mindenki használta, aztán körülbelül egy olyan 6000 évvel ezelőtt megszakadt ez a tudásfolyam. Az ember ugyanis test és lélek, tette hozzá. A lelkünk mellett pedig van a személyiségünk. A legegyszerűbb, hogyha úgy veszük, hogy ez egy isteni részecske. Tehát ez Isten gyakorlatilag. Ennek ugyanazok a képességei és tulajdonságai megvannak, mint Istennek. Ha tudnánk használni azt az erőt, amit a lélek képvisel, akkor nagyon-nagyon sok mindent tudnánk csinálni. Szabó György arról is beszélt, hogy az ember személyisége 5 éves korára alakul ki, majd utána tanul és fejlődik. Kamaszkorban változnak a kommunikációs és tudásszintek, és időskorunkra pedig megtanulunk Istennel kommunikálni. Az a teremtő erő, ami gyakorlatilag a lélek hoz magával, ez a teremtő erőt, ezt próbáljuk meg a másiktól kisajtolni, meg megszerezni. Ez a figyelem az alapja a létezésünknek, mutatott rá a házi orvos. Az összes manipuláció és kommunikáció, valamint a média is ezt célozza. Manapság a televízió, a számítógép, telefon, internet, zene, mozi, irodalom, minden képes arra, hogy valamilyen módon érzelmi hullámot váltson ki, valamilyen módon a figyelmemet ellopja, valamilyen módon véleményem legyen róla, azt a véleményt megosszam mással, és befolyásolja az életemet, illetve más embernek az életét. Manipulációk között élünk. Éppen ezért a szabad döntésünk nagyon fontos, hangsúlyozta Szabó György. Fogok egy hordó mézet, és beleteszek egy kanál szurkot, akkor azt az egész hordó mézet megmérgezi. Tehát ahhoz, hogy egy irányba működjön a tudatunk, hogy a közös cél egyfelé működjön, ahhoz mindenkinek arra kell fordulni, és arra kell állítani a szemléletét. Ha egy közös célt létre tudunk hozni, akkor azzal hihetetlen mértékben tudunk előrefelé mozogni. Hát ez az egregornak a lényege, hogy közös cél van. És akkor így gyakorlatilag bármit meg tudnánk valósítani.